Emeltszintű gyakorlati vizsga 2018. október, szövegszerkesztés. Az a nagy helyzet, hogy ugyan ügyesek voltatok, egy-két apró hibától eltekintve a Galileo-Galilei feladat megoldásában, de mivel nem találkoztatok még a Címsarok című dologgal, ezért talán egy ember tudta, hogy mit kell vele kezdeni, vagy nézett utána, hogy pontosan mit kell vele kezdeni. Na nézzük. Tehát indítsunk egy Word-öt, ahogy szokás, és nézzük meg, hogy mit is kell csinálni. Ebben a feladatban Galileo Galilei életét bemutató tanulmányt kell elkészítenie. Ezt használja Gal SövTXT és a Gal táblázat UTF-8-as. Hozzon létre egy szövegszerkesztő program segítségével egy Galilei nevű dokumentumot. Tehát file menü, mentés másként, és nem tudom, hova tettem. Nem ide tettem, de jó lesz most itt. Galileo.doc. Ugye az érettségén egyértelműen az asztalra illik tenni, illetve az asztalon lévő könyvtárba illik tenni. Most nem volt kedvem ezzel húzni az időt. No, keressük meg akkor a Galszöv TXT-t. Most már tudom, hogy itt van. Galszöv. Ctrl-A, Ctrl-C, ezt be is zárhatom, és vissza ide, Ctrl-V. Én utána szoktam nyomni egy Ctrl-A-t, és kérdés nélkül nyomok egy Times-ot, egy 12-es betűméretet. Nem nagyon értem, hogy miért nem hajlandó a betűtípust fixre venni, illetve miért akarja mindenáron, hogy ebből legyen, tehát normál 12. Oké. Itt valami gubanc van a belsejében, mert eltüntette az összes mindenféle dolgokat. Minden esetre szimplára veszem, és nullára az összes tér közt. Ez is meg lesz. Vajon miért van az, hogy az új üres dokumentumomba a beillesztett szöveget, formázás nélküli szöveget ennyire elutasította a több oldalt? Nem tudom. Formaforrások felhasználásával szóközök és üres bekezdések ne legyenek benne. Hát nézzük gyorsan végig. Most nem helyeztek el, úgy látom, csapdákat. Nem látok benne sem szóközt, sem üres bekezdést. Érdemes végignézni. Nyomni egy Ctrl-S-t, és gyakorlatilag készen vagyunk az egyes feladat, csináljuk meg a kettes feladat is rögtön, tehát egy automatikus elválasztást azonnali hatállyal zavarjunk rá. Kellemesebb egyébként ilyenkor az elején, mert a szöveg utána már a szerkesztés során nem esnek szét a dolgok. Na, akkor készen vagyunk az első két feladattal.